Szinte egymást érik a kamionok és a teherautók a Moson-Magyaróvárra vezető utakon. Az itt élőknek már évtizedek óta okoz gondot az átmenő forgalom, erre jelenthet megoldást a déli elkerülő megépítése. A novemberi bejelentést követően megkezdődött a beszállító utak kialakítása, illetve megtörtént a vasút felett átívelő híd próbacölöpözése is, jelentette be a térség országgyűlési képviselője. Nagy István hozzátette, az ipari területek kihasználtsága folyamatosan bővül, ami azonban együtt jár a teherforgalom növekedésével is. A városra zúduló forgalom, az elkerülő út és az autópálya csomópontok megépülése után ez enyhülni fog. A zajszennyezés régi problémája ennek a városrésznek, most ez is majd jelentősen csökkenni fog. A beruházás célja a 86-os főút és Moson-Magyaróvár belterületi szakaszának új nyomvonalra helyezése. Fontos kiemelni, hogy biztonságos kapcsolat jön létre a teher- és személyforgalom számára az 1-es számú főút és az M1-es autópálya között. Árvai István polgármester kiemelte, a beruházáshoz kapcsolódóan egy csaknem 100 hektáros területet nyitnak meg a befektetők számára, ami hosszú távon biztosíthatja a város jólétét. Moson-Magyaróvár már nagyon jó, nagyon régóta ebből a kis ipari bevételből él, amit Moson-Magyaróváron a jóléti beruházásokra használunk fel. Csak nem 3 milliárd forint az, még itt a csökkentett Covid időszakban is, amit a helyi vállalkozások iparűzési adóként befizetnek. Ez az a 3 milliárd forint, amit irigyel tőlünk egyébként sok más, ennél nálunk nagyobb város is, és ebből tudjuk megvalósítani azokat a célokat, azokat a jóléti beruházásokat, ami ezt a várost élhetővé, lakhatóvá teszi. A déli elkerülő csak nem 3 kilométer hosszú lesz. 3 körforgalmat, illetve kerékpárutakat és járdákat is kialakítanak a belterületi szakaszon. A vasút feletti hidat pedig úgy építik meg, hogy az út létrehozásához minél kevesebb területet kelljen kisajátítani. Külön érdekessége lesz ennek a műtárgynak, hogy az ehhez szükséges töltéstestet nem a hagyományos módon egy széles töltéslábbal fogjuk megoldani, hanem támfalat fogunk létrehozni, egy úgynevezett gabion támfalat, egy ilyen típusú látványos támfal elemmel fogjuk megoldani a töltéstest megtámasztását. Ezzel biztosítva és ezzel elérve azt a célt, hogy minél kisebb legyen a terület igénybevétel, minél kevesebb területet kelljen megszerezni, kisajátítani az út létrehozásához. Emiatt is tart 2 évig a kivitelezés, az út átadását 2024. januárjában tervezik. A beruházást a kormány 6,2 milliárd forinttal támogatja.